mai időjárásunkra itt a Kárpát-medencén belül a kettősség lesz jellemző. Ugyanis észak-keleten, tehát leginkább Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, illetve Magyarország ezekhez a tájegységekhez közeleső térségeiben, akár több órára is kisüthet a nap, nyugaton viszont jellemzően borult marad az ég. Köszöntöm a kedves nézőket, itt az M1-en, Tóth Tamás vagyok. És akkor ezt képek segítségével is lássuk, hogy mi lesz tehát ez a kettősség. Nyugaton tehát megmarad az alacsony szintű rétegfelhőzet, ami fölé egyébként még vastagabb felhők is érkeznek. Itt is számíthatunk párásságra, bár ezekben az órákban azért az ország keleti részén is több helyen párás a levegő, sőt, foltokban, akár sűrűbb kötfoltok, tehát sűrűbb kötfoltokkal is találkozhatunk. Krabanek Piroskának köszönjük a nagymarosi tudósítást, illetve illusztrációt. És ott, ahol egyébként a rétegfelhőzet felszakadozik, a nap is hosszabb, rövidebb időre kisüthet. Persze azért a rétegfelhőzetnek lehet némi maradványa, amit például ezen a képen is megfigyelhetünk. Ezt a napokban küldte nekünk méghozzá Balaton felvidékről, azon belül is Pécse, illetve Vászolj környékéről Paracki Katalin. Neki is nagyon szépen köszönjük ezt az őszi hangulatú képet. És természetesen a mai időjárási kettősségeket is örökítsék meg, és küldjék el nekünk a már jól ismert meteorfotokukac@mtva.hu e-mail címre. És akkor a rétegfelhőzet visszahúzódását már ezen az animáción is szépen szemügyre vehetjük. Azaz, tehát itt a Kárpátok közeli területeken számítunk ma a legtöbb napsütésre. Itt tehát nagyon kellemes tartományban alakul a hőmérséklet, legalábbis összehasonlítva a hajnalban, illetve kora reggel mért értékekkel, mert ehhez képest ugye a napsütés hatására jelentősen emelkedik. Viszont nyugaton enyhébb volt az éjszaka, különösen a tartósan borult körzetekben, itt alig változik a hőmérséklet, köszönhetően a majdnem zárt felhőzetnek. Számottevő csapadék azonban ezekből a felhőkből nem fordul elő, legfeljebb szitálás lehet a mai napot. És a rétegfelhőzetből persze a következő két nap is kialakulhat, és a rétegfelhőzet úgy tűnik ismét kelet felé terjeszkedik majd. Ezt mutatják tehát itt az előrejelzési piktogramok is. Amik igazából említést érdemel, az a hétvége, mert hogy akkor már vastagabb felhők is elérnek bennünket. Ebből a jelen számítások szerint csak kisebb csapadékot, döntően esőt tapasztalhatunk, viszont nyugaton a magasban megjelenő hűvösebb vagy hidegebb légtömeg hatására, akár még síkvidéken is, persze nem sok helyen, hópelyhek keveredhetnek majd az átmeneti csapadékba. Tényleg annyira látványos az Atlanti és a csendes óceán találkozása, mint ahogy az interneten terjedő képsorok, illetve videófelvételek mutatják, vagy például itt, ahogy mögöttem is láthatják. Nos, a valóság nem ennyire egyértelmű, mert az Atlanti óceán vize valójában kissé sósabb, ezáltal sűrűbb, mint a csendes óceán, tehát már a sókülönbség miatt is lehetne látni különbségeket. Azonban a valóságban ugye ez a Hornfoknál, tehát Latin-Amerika a legdéli pontjánál találkozik az úgynevezett Drake átjáróban a két óceán vize, viszont itt állandóan viharos szelek fújnak, kiszámíthatatlan az időjárás, tehát már csak az erős szél is jócskán elkeveri azokat a víztömegeket, így tehát ez a találkozási zóna nem ilyen térségekre jellemző, hanem leginkább ott, ahol az édes és a sós tengervíz találkozik. Én most búcsúzom, kedves nézők, viszontlátásra!